Izgalmas időszak kezdődik ismét, indulnak a középiskolai felvételi szóbeli vizsgák. A karcagi középiskolákban nem volt se írásbeli és nem lesz szóbeli felvételi vizsga, viszont ebben a karcagiak körében is népszerű két tannyelvű gimnáziumban igen. Tervezünk szóbelit is. A magyar-angol két tanítási nyelvű programra, ugyanis annak része az angol szóbeli vizsga is. Terveink szerint márciusban lesz, ami hogy megjelent a felvételi tájékoztatóba is. Az időpontról előzetesen értesítjük a diákokat. Természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartásával tervezzük ezt. És hát a felvételi tájékoztatóban, ami a honlapunkon is megtalálható, részletesen le van írva, hogy hogyan zajlik ez a szóbeli vizsga. Van, ahol rendhagyó módon a Zoom-on tartják a szóbeli felvételit, míg más gimnáziumok úgy döntöttek, a járványhelyzet miatt idén egyáltalán nem szerveznek elbeszélgetést, helyette portfóliót kérnek a jelentkezőktől. Három fő vizsgáztat. Először van egy ilyen kis szövegértelmezési feladat. A megadott kérdésekre kell a diáknak válaszolni. Utána a vizsgabizottság tagjaival van egy ilyen kis rövid beszélgetés, és végül pedig a megadott illusztráció képek alapján kell egy ilyen kis rövid ismertetést összeállítani a diáknak. Így ennek megfelelően a vizsgaidő tartalma körülbelül 15 perc. Vannak diákok, akik ezt könnyen viselik, tehát jól használják az online oktatás kapott anyagot, tananyagot. A tanárok többsége szintén kiválóan alkalmazkodott, tehát megfelelő PPT-kkel, tananyaggal tud az órákhoz készülni, de véleményem szerint azért van néhány diák, akinek ez egy kicsit nehezebben megy, de hát ez érthető, tehát ez igazából egy tanítási órán is, tehát nem egyformaképpen zajlik, és ugyanez nyilván az online oktatásnál is előfordul, hogy van diák, aki sokkal jobban halad, és könnyen viseli ezt az online oktatással kapcsolatos megpróbáltatást, és van, aki egy picit nehezebben. Hát ez olyan időszak, hogy ezt túl kell vészelni, és idővel majd rendeződik minden, gondolom. A középiskoláknak most először kell COVID-biztos megoldásokat találniuk a szóbeli felvételire. A tavalyi szóbelik éppen befejeződtek, amikor az országban nagyobb számban diagnosztizálták az első koronavírus fertőzött betegeket. Az utolsó meghallgatásokat március 13-án tartották az iskolák, pont aznap, amikor elrendelték a digitális oktatási rendet. A járványügyi szabályok nyilván a megfelelő kézfertőtlenítés, a maszkviselés ugye a tanároknak ugye szigorúan kötelező, a versenyeken is így oldottuk meg, illetve hát az nem gond, mivel egy teremben általában egy diák tartózkodik, ugyanis egyesével jönnek be a diákok szóbelizni, és gyakorlatilag mivel felkészülési idő nincs, tehát ezért ez az nem okoz gondot, hogy a teremben több diák tartózkodik. Tehát ezekre a szabályokra mindenképpen nagy figyelmet fordítunk, esetleg amíg valami plusz intézkedés lesz, akkor azokat is megfelelően betartjuk. Az oktatási hivatal tájékoztatásából kiderül, nincs olyan szabály, amely előírne az intézményeknek, hogy betegség esetén kötelesek online formában meghallgatni a diákot. Az pedig, hogy lesz-e pótvizsgázási lehetőség, a felvételiztető középiskola szintén maga szabályozza.